Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. A teljesítmény növelése a cél, analitikai és diagnosztikai kutatási kiválósági központ működik Pécsett. A szakmákat népszerűsítik, a kereskedelmi és iparkamara célja, hogy a baranyai vállalkozásokat megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerővel lássa el. Új célokat fogalmazhatnak meg a tornászok, a PSN ZRT verseny utcai létesítménye minden szakmai igényt kielégít. A verseny és amatőr sportolók legális teljesítményének növelését vizsgálják Pécsett. A cél, hogy egy olyan tudásbankot hozzanak létre, amely lehetővé teszi az egészséges teljesítményfokozás követését és megvalósítását. Emellett pedig azt is meg tudják határozni, hogy egy-egy sportolónak milyen edzésterv szükséges ahhoz, hogy a legjobbat nyújtsa, valamint azt is személyre tudják szabni, hogy milyen sportágban lenne a legeredményesebb a vizsgált személy. Itt izomzat alapján is meg tudják határozni, milyen sportágban lenne a legsikeresebb a vizsgált alany, ezen kívül pedig teljesítmény élettani laboratóriumban sportdietetikus és pszichológus is foglalkozik a sportolókkal. A cél, hogy a részletes felmérések segítségével fokozzák a sportolói teljesítményt, valamint könnyebben ki tudják dolgozni az edzéseket. Azt látni kell, hogy egy élsportoló, komoly segítség nélkül, teljesítményeltan laboratórium nélkül, sportdietetika nélkül, sportpszichológia nélkül az élsportban nem tud már talpon maradni. Tehát egy nagyon differenciált tevékenységről van szó, amihez természetesen képzések kellenek, tapasztalat kell, tanulmányok kellenek. A Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem közreműködésével pontos információt tud adni a sportolók állapotáról, így legálisan tudják növelni a teljesítményt. Ezt a mérési rendszert a mi sportolóinkon is, és a város sportolóin is meg tudjuk valósítani, hiszen ez nagy segítség az edzőknek, ami munkánkat segítik, mert a mindennapokban meg tudjuk állapítani, hogy hol van az a pillanat, amikor egy más edzésmódszert kell alkalmazni, vagy hol van az, amikor egészségügyi hátteret kell biztosítani a fiataloknak. A program 4 évig tart, a mérések első ütemében több mint 300 pécsi fiatal labdarúgót és kosárlabdázót vizsgáltak havi szinten. De a következő 2 évben olyan ellenőrzéseket végeznek náluk, amivel ki tudják mutatni, hogy a személyre szabott edzéssel, étrenddel mekkora teljesítmény növekedést értek el. Hosszú távon azt szeretnék, hogy az élsportolók vizsgálata során szerzett tapasztalatokat a nem versenyszerűen sportolók számára is hasznosíthatóvá tegyék, így újra 10 millió embert próbálnak megmozgatni, hangzott el a pécsi sajtótájékoztatón. A célokhoz hozzá lehet azt tenni, hogy ugyan élsportolókkal foglalkozunk döntően, de úgy tekintünk rájuk, mint az alkoholgyártásban a Forma 1-re. Amit itt megtanulunk, azt próbáljuk meg majd levinni a normál lakosság, a nem élsportoló lakosságnak a szintjére. Tehát a végső cél az mégiscsak az egészséges élet, az egészséges életmód. A kutatásra és a program megvalósítására több mint 1,4 milliárd forint áll rendelkezésre, és több mint 600 fiatalt érint. Egyperces kisfilmekkel népszerűsíti a szakmákat a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. A bejátszókkal a fiatalok figyelmét hívja fel azokra a szakképesítésekre, amelyek elvégzését ingyenesen biztosítják. A Kereskedelmi és Iparkamara célja, hogy a baranyai vállalkozásokat megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerővel lássa el. Ebben a szakmában azt hiszem nagyon fontos az, hogy az ember precíz legyen. Füzes Veronika lányokat buzdítja arra, hogy ha szeretnének, akár asztalosok is lehetnek. Ő a pécsi orgonakészítő manufaktúrában lesi el a szakma fortéjait, de műanyagfeldolgozót, ács és kőműves szakmákat is reklámoznak. Már kisfiúkoromban megtetszett a szakma, amikor nap mint nap a munkásokat figyeltem, ahogy a családi házukat építik. Ezekkel a kisfilmekkel az általános és középiskolás diákokat célozta meg a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Szerintük sokan azért nem tanulnak szakmát, mert nem ismerik eléggé azokat. A bejátszókkal amellett, hogy megismertetik a különböző területek tanulóit, kedvet is szeretnének csinálni a fiataloknak a szakma tanuláshoz.
olyan eredményeink vannak, hogy bár a demográfiai adatok szerint ugye csökken a gyermekeknek a létszáma, de az elmúlt években meg tudtuk őrizni a szakképzésbe beiratkozó diákoknak a létszámát. Elsősorban túlnyomó részt a diákoknak a nagy része, majdnem az egyharmad a vendéglátás szakmacsoportot tanul. Nyilván van ezért is fontos, hogy más, tehát nem vendéglátás szakmacsoportban népszerűsítsük a szakképesítéseket. A kisfilmek készítését tavaly kezdték el, idén már az építőipari klaszter is támogatta a fiatalok megszólítását. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara menedzselésével alakult meg 2018 márciusában az építőipari technológiai klaszter. Ez leginkább generál kivitelezőkből áll, 15 céget jelent, és a klaszter is elkötelezett amellett, hogy a hiány szakmákat promotálja meg a gyerekeknek, felhívja a figyelmét ezekre a szakmákra. Baranya megyében főként a fa- és műanyagiparban, illetve gépiparban, elektrotechnikában és informatikában van hiány a szakemberekből. A Kereskedelmi és Iparkamara ezért szakmaismereti versenyeket is szervez, ahol a tanulók megismerkedhetnek a helyi vállalkozásokkal. Február 9-én ünnepeljük a házasság világnapját, a világnap után pedig elkezdődik a házasság hete programsorozat, ahol számos program várja a házaspárokat, az elköteleződés előtt állókat, a családokat. Vendégem a stúdióban Herbert Gábor, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, akit a részletekről kérdezek. Köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm a nézőket. Mióta ünnepeljük a házasság világnapját? Házasságvilágnapját most már több tíz éve ünneplik a világban. Itt Pécset, mi a Nagycsaládos Egyesület az most már a 15. éve szervezi meg ezt az ünnepséget. És a házasság hete rendezvény sorozatról mit lehet tudni a történetéről? Milyen céllal szervezik? Kik szervezik? Igazándiból mi úgy gondoljuk, akik ebben részt veszünk, hogy a házasság annál fontosabb dolog, sem hogy csak egy napig gondoljunk rá, és ezért megpróbáljuk egy héten keresztül olyan programokkal várni a házasulandókat, meg a házas embereket, akik úgy gondolják, hogy szeretnék megerősíteni a házasságukat, ami ebben segítségükre lehet. És mennyire népszerűek a programok így évről évre? Mi azt látjuk, hogy van egy kör, akit ez érdekel, akik elhiszik, és vágyják azt, hogy egy házasságba, egy jó házasságba éljenek, de mi azt szeretnénk, hogy mások is tudjanak erről, hogy ez egy nagyon jó dolog. Milyen programokkal várják az érdeklődőket? Szombati napon az Egyesületünk szervezésében egy házasságvilágnapi nyitórendezvényre kerül sor, amely egyben a Nagycsaládosok Országos Egyesületének is a házasság hetét megnyitó rendezvénye. Erre a Magtárban kerül sor, ahol Laszfi János és felesége egy beszélgetésben próbálják a házasságnak a könnyebb és nehéz oldalait bemutatni a résztvevőknek. Ezt követően köszönteni fogjuk az éppen kerek jubileumi évüket ünneplő házastársakat, majd az alapító tagjainkat is, hiszen idei évben lesz 30 éves az Egyesületünk, az alapító tagjainkat is szeretnénk köszönteni. Utána közös vacsora lesz, és játékkal, darcbajnoksággal, ki milyen korú, készülünk arra, hogy valamilyen jól eltöltsük közösen az időt, és kialakuljanak beszélgetések. Elég sok vendégünk lesz határon túlról is, velük való kapcsolattartás is segít ilyenkor ez az esti közös program. Ugye a házasulandókat is várják ezekre a programokra, mi a tendencia, sikerül őket jobban meggyőzni? Nem tudom, én azt látom, hogy a Pécsi Egyházmegye is próbál abba az irányba is lépni, hogy meg a házasság előtt tudjuk a házasulandókat valahogy elérni, és lehetőség legyen arra, hogy lássuk, hogy fel kell erre készülni. Tehát az az idei motto, ami úgy szól, hogy randevú egy életen át, az tényleg érezze az ember, hogy ez csak akkor lesz jó házasság, hogyha egy életen át udvarolni tudok akár a feleségemnek, vagy el tudom fogadni a férjem udvarlását. Másképp ez nem működik, ez nem magától működő dolog. És egyébként mi a tendencia itt Pécsett, hogy a statisztika házasulandók körében? Ezt megmondom őszintén, nem is tudom. Én csak azt látom, hogy az a kör, akiket mi elérünk, azok egyre fogékonyabbak erre. Érzik ők is, hogy tenni kell azért valamit, hogy az embernek a házassága jó legyen,
érdemes rá felkészülni. Azt látjuk, hogy most már minden téren, mindenféle módon tanulnak az emberek, és felkészülnek mindenféle szakmával kapcsolatban is. Aztán van egy olyan terület, ami az egész életünket végigkíséri, és pont arra ne készüljünk föl. A házasság hete, ugye ezt már említettük, hogy a házasság világnapjával indul, azon a napon készülnek-e valamivel? Az egész héten készülünk mindenféle előadásokkal. Lesz itt Pindrok Csaba is, lesz itt Mihálylec Gábor is. Tehát úgy tűnik, hogy a hét minden napjára jut valami olyan csemege, ami mindig más korosztályt érint. Megszervezték, hogy a tanár úr is szerelmes, és egy cukrászdába várják a fiatalokat, ahol középiskolai tanárok fognak beszélni a saját házasságukról, hogy ismerték meg a feleségüket röviden. Lesz olyan, hogy az egész hét során, sőt már korábban is elkezdődött egy házas kalandtúra, ahol 5 feladat van, és megpróbáljuk olyan helyzetbe hozni azokat a párokat, akik vállalják ezt a kalandtúrát, hogy tényleg úgy érezzék, hogy ez egy kaland, és közelebb kerülnek egymáshoz, és ezek az alkalmak is segítik és erősítik a házasságukat. És ezek a programok ingyenesek, vagy regisztrációhoz? Ezek a programok esetleg? Csak azért kötődnek regisztrációhoz, mert nyilván korlátosak a helyek, ahova el lehet jutni, és úgy tűnik, hogy elég nagy az érdeklődés, tehát muszáj valamilyen regisztrációval egyszer csak lezárni a végét, mert nem férünk el többen. Igen, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen. Sporttal folytatjuk. Február végén lesz egy éve, hogy átadták a PSN ZRT új tornacsarnokát. A Verseny utcai létesítmény minden szakmai igényt kielégít. A korábban igen mostoha körülmények között készülő tornászok új célokat fogalmazhatnak meg a munkacsarnoknak köszönhetően. Biztonságos érkezés a gyakorlat után a Szivacsgödörben, a PSN ZRT tornászai a 21. század kívánalmainak megfelelő létesítményben edzhetnek tavaly február óta, ekkor adták át a Nemzeti Sportközpontok által megépített, a Magyar Tornaszövetség jóvoltából modern szerekkel be is rendezett, és a PSN ZRT által üzemeltetett új tornamunkacsarnokot. Itt magasabb színvonalú edzésmunkát tud végezni a közel 150 tornász, így komolyabb versenyeken is el tudnak indulni. Most egy kicsit meggyarapodott a versenyek száma. Az a gyermekhaladó, ami az elit programban van, ugye ez a legnagyobb célunk nekünk. Tavasszal van két versenyünk, illetve ősszel van két verseny, mindegyik Budapesten van. 3 korcsoportban indítanak majd versenyzőket a Zsebibaba utánpótlás programban is, ez a sorozat 4-től 12 éveseknek szól. A nagyobbak a felnőtt másodosztályban szerepelnek idén. Én a suliba ergésztem először, és Móni, aki most itt is tanít, ő volt a ergétanárom, és mondta, hogy milyen ügyes vagyok, és akkor nem próbálnám ki ezt a tornát, meg úgy egy héten két edzés ergéből az szerintem nem volt olyan sok. Mert hogy nem ritka a heti 6 edzés sem azoknál, akik komolyabban foglalkoznak a tornasporttal. A PSN ZRT új tornacsarnokáról, a tornászokról és az itt zajló műhely munkáról még többet megtudhat a Rajt című magazinműsorunkban a keddesti híradó után. A tornászok edzéseiről még többet megtudhatnak a híradó után azonnal kezdődő megújult Rajt magazinból. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. A teljesítmény növelése a cél, analitikai és diagnosztikai kutatási kiválósági központ működik Pécsett. A szakmákat népszerűsítik, a kereskedelmi és iparkamara célja, hogy a baranyai vállalkozásokat megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerővel lássa el. Új célokat fogalmazhatnak meg a tornászok, a PSN ZRT verseny utcai létesítménye minden szakmai igényt kielégít. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Kedden éjszaka erősen felhős lesz az ég, kisebb eső vagy csapadék várható. Az északi-északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet az éjszakai órákban -3 fok körül alakul. Szerdán ködös reggelre ébredhetünk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 fok körül alakul. Túlnyomóan napos és derült idő várható, csapadékkal nem kell számolni.
Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!